13. nap. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt: vigyázz, mindent a szerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Zsidókhoz írt levél, 8. fejezet, 1.-2. vers. Itt a végső valóság. Az előző fejezetben már olvastunk erről, de ez még nem minden. A karácsony az árnyékoknak a valósággal való helyettesítéséről szól. A zsidók 8.1.2 egyfajta összefoglalás. Az egyetlen pap, aki közvetít köztünk és Isten között, aki helyreállítja a kapcsolatunkat Istennel, és aki imádkozik értünk Istenhez, nem az ószövetségi idők egyszerű, gyenge, bűnös, halandó papja, hanem Isten fia, aki erős, bűntelen és olyan élettel bír, amely romolhatatlan. Ráadásul ő nem szigorú előírások alapján készített földi sátorban szolgál, amely megkopik, megeszi a moly, elázik, megég, elszakad és ellopják. A zsidók 8.2 szerint Krisztus igazi sátorban szolgál értünk, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Ez már nem az árnyék, hanem a mennyei valóság. Az a valóság, amely árnyékot vetett a Sínai hegyre, hogy Mózes lemásolhassa. A zsidók 8.1 szerint az árnyéknál nagyobb valóság rendkívülisége abban is megnyilvánul, hogy a mi főpapunk a felséges Isten jobbján ült. Ez soha egyetlen ószövetségi pap sem mondhatta el magáról. Jézus közvetlenül az Atya Istennel áll kapcsolatban. Kitüntetett helye van Isten mellett. Isten végtelenül szereti és tiszteli őt. Szüntelenül Istennel van. Nem a valóság árnyéka ez, mint a kárpitok, tálak, asztalok, gyertyák, palástok, bojtok, juhok, kecskék és galambok, hanem a végső, alapvető valóság, Isten és fia, akik szeretetben és szentségben viszik véghez örök üdvösségünket. A végső valóságot az egymással kapcsolatban álló isteni személyek jelentik, akik határoznak arról, hogyan nyilvánuljon meg fenségük, szentségük, szeretetük, igazságosságuk, jóságuk és igazságuk a megváltottakban.